Minden néződ, feliratkozód lehet, csak meg kell győznöd őket. Erre jó a csatorna előzetes. Nézzük meg, mit látnak azok, akik már feliratkoztak egy csatornára, és mit azok, akik még nem. Azok, akik feliratkoztak, személyre szabott, javasolt tartalmakat láthatnak a csatornádon, akik viszont még nem tették ezt meg, azokat a Channel Trailer fogadja. A Channel Trailer a csatornád vörös szőnyege lehet. Sok szerint a Channel Trailer a megoldás mindenre. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy bemutatkozz az új nézőidnek, és meggyőzd őket, hogy csatlakozzanak a közösségedhez. A csatorna előzetes, mondhatjuk úgy is, hogy egy első benyomás rólad, úgyhogy tedd emlékezetessé. És ti, nem vágjátok istit a szalain, hallgass rá, az biztos, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. Na vegyük át, hogy mitől is jó egy Channel Trailer. 1. Rövid. 2. Jól érthető mindenkinek. 3. Átfogóan bemutatja, hogy milyen tartalmakat találhatnak a nézők a csatornádon. Vlog, tutoriál, rövid filmek. Zene. Nincs még csatorna trailered? Legyen. Csinálj egyet, mutasd be, hogy ki vagy, miért YouTube-ozol, és milyen gyakran számíthatunk tartalmakra tőled. Jó, 17 vagyok, még mindig egy kisgyerek, 2 éve videó, 4 éve meg rappelek. Rögtön a Channel Trailer elejére vág be a csatornád legjobb jeleneteit. Az első 15 másodperc a legfontosabb. Vald be, te is elkattintasz, ha unalmas a content. Sziasztok, Anna vagyok. Ha szeretnéd, hogy a nézőid feliratkozzanak a csatornádra, kérd is meg őket. Beépítheted a videód mondandójába, vagy hagyhatsz rá időt a végén is, például egy annotáció segítségével. Remélem meggyőztelek titeket, ha igen, akkor lépjetek be a konyhába, ne hajtok éhen, iratkozzatok fel! A csatorna előzetes végén automatikusan egy endcard fog felugrani, ahol feliratkozhatnak a nézők. Na! Ennek a videónak a leírása nagyon fontos, hiszen a videó mellett a főoldalon láthatják a látogatók. Legyen rövid és ütős a leírás. Találj ki egy maximum 3 soros leírást, amiben lelkesítő szavakkal arra buzdítod a nézőidet, hogy csatlakozzanak a közösségedhez. Ja, és ne felejtsd el beilleszteni a többi közösségi média csatornád linkjeit. Ha kész a Channel Trailered, jöhetnek is a feliratkozók! Hagyhatsz rá időt például egy annotáció segítségével, mondd ki! Mi ez a...